olyan kézműves dolgok jönnek vissza, amit mondhatom azt, hogy gyerekkoromban éltem át, mint a makramé készítés tekintetében, vagy egy gyertyaöntés tekintetében. Tehát ezek mind olyan kézműves foglalkozások, ami a település életét, a településen élő emberek életét előmozdítja, illetve olyan lehetőséget biztosít az emberek számára, amiben kiteljesedhetnek a kézművesség kapcsán. Azon dolgoztunk, hogy a szakkörben minél több embert be tudjunk integrálni, hiszen azt gondolom, hogy az utókor részére olyan dolgokat adhatunk át, ami talán mondhatni azt, hogy kihaló félben lévő kézműves dolgokról van szó, illetve ezek a közösségek, ezek mindig olyan lelkesedéssel fogadták a szakör lehetőségét, hogy munkájuk után azt az időt nem sajnálva kellemesen érezték magukat, és tényleg olyan kis közösségek alakultak ki, akik már várták, hogy a szakkör következő együttléte létrejöhessen.